Reggel ismét tüntetők gyűltek össze a Szabadság téren. Sokan ugyanis azt gondolták, hogy ma hivatalosan is átadják a hétvégén váratlanul és titokban felállított emlékművet. Lázár János azonban azt mondta, idézem őt, a kormány nem ünnepel, tiszteletben tartja az elmúlt néhány hét társadalmi vitáit. Éjszaka egyébként újabb tárgy került a Szabadság térre, egy hatalmas tükör. Ha olyan szögben állunk szembe a tükörrel, akkor mintha nem is lenne itt a szobor. De persze csak egy lépést kell arrébb menni, és ott van, teljes életnagyságban. Mint ahogy a több hónapja ellene tüntetők is. Az a több száz ember, aki 101-szer eljött ide, vállalta a kockázatot, az a jövő reménye, a civil kurázsnak a szimbóluma. A téren ott volt a Demokrata főszerkesztője Bencsik András, és ő nem érti, miért tüntetnek. Nézze, ott van a szovjet megszámlás emlékműve áttelemve, most itt van a német megszállás emlékműve, az a szerencse, hogy több nem lesz. Nagyon helyes, hát végül is ez két szörnyű esemény volt, erre emlékezni kell. De ezt nem nagyon értem, hogy az emberek itt mi ellen tiltakoznak. A szobor ellen tüntetők szerint egyértelmű a válasz. Határozottan tiltakozunk ellene, amit csinál, ez a történelemnek a meghamisítása. Azt egyébként délelőtt még senki sem tudta, hogy az éjleple alatt történt felállítás után felvállalja a kormány a hivatalos átadást. Nem tudunk semmit, eléggé sunyi módon épült. Lázár János egy más témájú sajtótájékoztatón adta meg a választ. Helyes döntésnek gondolom, hogy a kormány nem triumfál, nem ünnepel, hanem tiszteletben tartja az elmúlt néhány hét társadalmi vitáit, az elmúlt néhány hónap megszólalásait, és nem lesz avató ünnepség. A kormány egyébként hiába kérték a zsidó szervezetek, sem húsvét előtt, sem utána nem egyeztetett a szoborról. Az a bizonyos társadalmi vita, ha már máshol nem, a téren alakult percről percre. A magyarok vannak felmentve. A túlhangosan szoborpártoló, vagy éppen szobor ellenes tüntetőket a rendőrök arrébb kísérték. A demonstrálók között így tetlegességig nem is fajult a szócsata. Tojás azonban ma is csattant, méghozzá a közeli hazatérés templománál a Horthy szobor üvegén. A demonstrációk egyik szervezője szerint ennek egyébként jelentősége is lehet. Meg kell akadályozni, hogy ez valahogy is valamiféle szélsőjobb kulthely legyen, hiszen itt van pár lépésre a hazatérés temploma, tehát az a veszély is fönnáll, hogy esetleg ez egy szélsőjobbos emlékhely lenne. Ezt viszont meg szeretnénk akadályozni. Szerinte éppen ezért, ha nem is napi szinten, de folytatni kell a tiltakozást a szabadságtéri emlékmű ellen, amelyen egyébként még jól lefordítani sem sikerült héberre a magyar szöveget. Az áldozatok emlékére felirat héber változatában ugyanis nem azt a szót használták, amely mártírt jelent, hanem amelyik állat áldozatot. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, ha valóban hibát követtek el, akkor bocsánatot kérnek és kijavítják azt.